Dráskó Brügyűján ül itt a Vasas TV kamerája előtt, méghozzá egy jeles tolmács segítségével fogunk vele beszélgetni, és Steinmetz Ádám, aki kiváló ismerője a montenegrói nyelvnek, ő fog fordítani nekünk. Dráskó, üdvözlünk a Vasas TV nevében is Magyarországon. Az első kérdésem az lenne, hogy mennyire tudtál pihenni a nyáron, ugye te is azok egyike voltál, akik részt vettek a világbajnokságon, mennyire frissen érkeztél, kezdted meg a felkészülést? Hvala na dobrodošlici. Imao sam sigurno dosta vremena, skoro mjesec dana da se odmorim. Izvezo vam Vašoš, tada vizita Vašoš Turkulu i moj na već hunap od pijem. Vinak Beno Šagutan, za legendu videovod, feltöltödött, és most 4-5 nap itt a tartózkodás volt, abszolút pozitív élményekkel, hogy haza volt. Mielőtt ide szerződtél, mi volt a véleményed a Vasasról, hogy a európai vízilabda elit viszonylag szűk, sokszor játszott ő is a Vasas ellen, milyen csapatnak tartotta? A Vasas jó ég bőle, na ez üzletlenül el kell kipa, fogotó, na szomba zén, ahogy jó. Ez így van, valóban sokszor játszottam a Vasas ellen, ami mindig is európai vonalra tartozó csapat volt. Többször veszített a Primonát színeiben, mint nyert. És tudja azt, hogy a Vasas egy meggyőztes csapat, mindig is korábban is nagy volt, az elmúlt években is kiváló csapat volt, és az eredmény is mindig bizonytalan van a mérkőzések kimenetele, hogy alakult. A jövővel kapcsolatban pedig úgy látja, hogy ez egy nagyszerű csapat, és képes arra, hogy szép sikereket érjen el, és reméli, hogy ebben fogunk segíteni nekünk. Mit gondol arról, hogy őt személy szerint miért igazolták, miben lehet segítségére a csapatnak elsősorban? Próbálod a kázsén, de mi velik a család. Mindenek előtt nagyon megtisztelő az, hogy a Vasas gondolt rám, és ennek a csapatnak lehetek a tagja. Úgy gondolja, hogy elsősorban védekezésben tud a csapat segítségére lenni, mert a magyar iskola az kicsit más, mint a balkáni. Nagyon sok a támadó jellegű játékos. Ebben tud egy kis színt és új formát belemenni a csapatba. Ezt azért azzal egészíteném még ki, hogy nagyon-nagyon számítunk az ő rutinjára a nemzetközi mezőnyben is, illetőleg arra a hihetetlen szervezőképességével és a lefordulásaira, amiben életveszélyes. És az egyik legjobb lehetőség. Itt elvonatkoztatva a szakmai résztől, mennyire tudott a Budapestet belakni, a lakhatási dolgai intéződnek, megoldottak-e már egyáltalán, hogy tetszik a város neki? Dobro, za početak, znači 5 dana sam već tu, dopada mi se izuzetno Budapesten. Hát nem először van Budapesten, és eddig is nagyon tetszett neki a város. 5 napja van itt, nagyon jól érzi magát, kiváló a lakás és az étterem is, ahová jár. Kis Gergő is személyemben nagyon sok segítséget kap tőlünk. Már eddig is jelent a többiekre is. És hát szeretné a nyelvet elsajátítani. Ma egyébként voltunk is már szertanárnál. Igazából ennyi. Jól érzi magát, és én is örülök, hogy köztünk van. Van még korai célokat megfogalmazni, de mik a szakmai céljai ugye a Vasasnak? Van egy adóssága, fogalmazhatunk így a magyar bajnokságban, és nyilván vissza akarjátok venni a bajnoki trónt, és emellett az mindig egy nagy kérdés, hogy az Euróligában mire lehet képes a csapat, illetve most már a bajnokok ligájában. Szigurna viszont, de jelen a dosztudnék tényleg, hogy a vrátjába titulú Vasasú, és viszont, de viszont szintogá... Hát szeretnék visszaszerezni a tavaly elveszített bajnoki trófeát, illetőleg a kupát is megnyerni. A bajnok ligáját tekintve pedig 5-6 csapat van, aki erre reális sellegre pályázhat. Úgy gondolja, hogy most is közötte van, nagyon sok dolognak kell persze ahhoz összejönnie, hogy ez sikerüljön, de képesek vagyunk rá, és azért fogunk dolgozni, és mindent megtenni, hogy izuzetno dobra godina za nas i da će biti i trofeja i dobrih utakmica i pobjeda. Igor, pedig azt kérdezni, hogy megye már magyarul a csapat csata kiáltása, és ha igen, akkor ezt tudja prezentálni.
Dinamo, te utakmice, urlamo nešto. Znaš, znaš li to i možeš li to predstaviti? Mislim da znam, jel? Ajde. Fuera vašaš.